Akit már egy kávéra hívtam, annak kapcsán rögtön nosztalgiázni kezdtem. Lehet, hogy ő nem is emlékszik rá. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy élete egyik első interjúját én készítettem vele, nem egyedül, még Alföldi Robival egy reggeli műsorban, amikor elkezdett dübörögni a hófehér jaguár. Péli Barna. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Megvan az élmény, az emlék. Hát megmondom őszintén, hogy emlékszem, amikor bemutattam nálatok, de az, hogy az első volt, vagy hogy hanyadik volt, vagy az eleje volt. Abszolút emlékszem. Az eleje volt azért a United karrierjének, nem? Nagyon az eleje. Igen, mert 99-ben megjelent ugye az első nagylemez, és ugye hárman párbannal kezdtünk gyakorlatilag nyomulni, és utána 2000 januárjában talán igen, akkor csináltuk meg a Hófehér Jaguárnak a videóklipjét, és emlékszem, szőke volt a hajam, az durva volt. És akkor még szőke volt a hajam, amikor ott volt? Jó, akkor viszont lehet, hogy még a Hófehér Jaguár előtt volt. Akkor tényleg a legelső lehetett. Hát gyakorlatilag az ezredforduló, hát nem tegnap előtt igen. volt, egy kicsivel korábban, de hogyha így visszanézzük, hogyha akkor lett volna módom egy hosszabb beszélgetést csinálni veled, és kérdeztelek volna az álmaidról, hogy mifelé vágysz, és ugye a zene az életedben nem ott kezdődött, hanem ekkora korodban, igen. ez tudható, és hogy képzett zenész voltál már akkor is, de akkor azt fogalmaztad volna meg, ami az elmúlt 12-13 évben történt? Vagy nagyon más sráccal ültem volna? Hát igazából szerintem a negyedét nem fogalmaztam volna meg. Tehát szerintem sokkal több dolog történt velem, pozitív dolog, mint amit elterveztem. De általában én egy ilyen viszonylag szerencsés alkat vagyok, és ha eltervezek valamit, az általában sikerülni szokott. Vagy lehet, hogy nem, valami nem sikerül és elterveztem, de akkor szerintem egy új irányt tudok választani, és megint csak sikerként élem meg azt, ami éppen történt velem. Szóval ilyen szempontból szerencsés alkat vagyok, könnyen fel tudok állni. Már olyan szempontból, hogy a kudarc ér, akkor a kudarc az 5 perc, és kialszom, és fölállok, tehát te nem az vagy, aki padló, és elengedem, igen. és a világot gyűlölöm, hanem igen. egy optimista alkat? Igen, abszolút optimista vagyok. Talán ezt a családból is hozza az ember, ahogyan nevelték, de valószínűleg ez egy alkat is, hogy én most ugye már több mint 10 éve tanítok, és látom, ahogy tanítok, gyakorlatilag felnőtteket, folyamatosan 18 év felettieket, és látom, hogy azért van egy csomó dolog, ami genetikus, és azzal meg kell küzdeni az embernek önmagában. Személyiségről beszélsz most, vagy zenei tehetségről, vagy mindkettőről? Alapvetően személyiségről. Én azt gondolom, hogy a zeneiség, vagy az, hogy mennyire vagy tehetséges, ez egy nagyon fontos dolog, de egy csomó minden készség fejleszthető. Nyilván, hogy valaki zseninek születik, akkor az jobb, mint a többiek, de miután megteszem mindent azért, hogy a készségét fejlődjenek, akkor egy bizonyos pont után azért már csak tényleg a szakmabeliek tudják kiválasztani azt, hogy ki a másiknál sokkal jobb, és nem is annyira lényeges. Viszont ami mindig is lényeges marad, az az, hogy azon keresztül, amilyen vagy, az attitűdön keresztül, vagy amit ugye magadra vettél, azon keresztül milyen érzéseket tudsz közvetíteni, mint előadó művész a többi embernek. Hát igen, mert végül is ti most, hogyha nem érte nyilván félre, de érzelmeket árultok. Igen. Tehát azon szó... Igen. Hát, de jó, nekem tetszik. Hát azon túl, hogy akkordok szólalnak meg jó szövegeket hallok, de hát akkor jó, hogyha hat a lelkemre, a szívemre, igen. vagy az agyamra, de egyáltalán hasson, tehát hatást árultok. Igen. Hogyha a személyiségedből kiemelted az optimizmust, akkor ha még tovább megyünk egy kicsit, mondjuk kellett ehhez a sikerhez, hogy tanár legyél, zenész maradj, hogy legyen már a Péli Barna trió is, és van a United, és egy csomó projekt még, amiben részt vettél, és majd beszélgetünk róla, kellett például némi akarnokság, vagy öntörvényűség, vagy makacság, vagy milyen jelzőket mondanál még, hogyha magadról faggatlak? Hú, nehéz kérdés. Én érzelmileg függetlennek érzem magam, és ez azért fontos, mert talán a megítélés nem hat rám annyira. Nyilván vannak olyan dolgok, amik idegesítenek, vagy bizonyos periódusban az életem bizonyos periódusában mondjuk idegesítettek, de igazából ezek ilyen felületes problémák voltak később visszanézve. Amiatt, hogy nem érzem azt, hogy ha valaki mond rólam valamit, és ez nekem nem annyira tetszik, miatt ez engem megváltoztatna nagy mértékben, vagy éppen az adott lélekállapotomat emiatt, úgy érzem, hogy talán ez az érzelmi függetlenség ez kihatott rám. Tehát néha lehet, hogy nagyobb a szám, mint kéne a bizonyos szituációkban, de igazából van mire, hiszen én érzelmileg független vagyok, tehát hiába szólnak vissza, nem lesz nekem rossz kedvem tőle, vagy tehát jobb irányba megyek akkor. Az érzelmi függetlenség azt jelenti, hogy valahol van benned egy bizonyosság abban, igen.
hogy jó felemész, vagy méltó a dolog, amit csinálsz? Igen, ez egy jó megfogalmazás. Bizonyosságnak érzem, igen. Vagy ez egy olyan fajta tapasztalatokon is alapuló, meg döntéseken alapuló hit abban, amit az ember csinál. Tehát egy olyan hit mondjuk önmagamban, vagy a barátaimban, akiket magam köré gyűjtök, hogy az nem rendül meg. Így ilyen hirtelen probléma megoldásnál. Úgyhogy szerintem emiatt... Ugye van egyrészt a zenész karrier, meg a szövegírás, vagy a hangszerelés, meg ez a fajta tevékenység, igen. És ugye már említetted a tanítást. És azon gondolkoztam, hogy akkor, amikor az ember kvázi mesterré válik, az önmaga számára is egy tanulás, vagy abszolút. Önismeret szerzés, nem? De. Az például neked, hiszen már azt is csinálod 2000 óta, az mit változtatott, vagy rajzolt rajtad? Talán rendszerezettebbé váltam, és jobban megismertem az embereket. Ugye azáltal, hogy meg kell oldani valakinek a problémáját, vagy beleütközik valami fajta problémára, akár érzelmileg. Tehát még egy órán valamikor nem is tényleg találnak kellene, hanem pszichológusnak, de pszichiáternek, és igazából hozzá nem értek. De valahogy aztán magamra vettem ezt a tudást, igazából a jó akarat vezérel, és le kell mondanom az önzésemről egy csomószor. Tehát empátiára nevelt? Hát mondjuk, igen, vagy nyitottságra a másik felé? Igen, még akkor is le kell mondanom az önzésemről, hogyha biztosan tudom, hogy az lenne a jobb irány. És ez egy nagyon furcsa érzés, mert át kell éreznem, vagy bele kell képzelnem magamat abba a szituációban, amit érezhet ugye a páciens. Jelen esetben ugye a tanítványom, vagy egy diák. Hiszen én nem azokat a dolgokat éltem át, mint ő, ugye nem azokat a tapasztalatokat szereztem, mint ő, ugye nem azokat a dalokat tanultam meg, mint ő, és nem azokkal az emberekkel beszélgettem. És rám például nem hatnak a körülmények, a diákra meg hatnak. És ennek van egy ilyen egyvelege, és akkor ezzel próbálok ott mahinálni, hogy most ebből mi legyen, és igazából az élet összes többi területén is ez visszahatott rám, tehát így sokkal magabiztosabbá vagy ilyen kedvesebb is tudtam válni egy csomó területen pont emiatt, mert gyorsabban megismerek valakit. Vagy talán nyitottabbá a sokféleségre, hogy mennyi másféle működés van, és hogy nem igen. Rossz vagy jó, hanem más, és én megpróbálom megérteni, nem? Igen, igen. Mondjuk én klasszikusan liberálisan gondolkodom, tehát a klasszikus liberálist úgy értem, hogy ez nem ilyen politikai elhatárolódás, hanem én szeretem elfogadni a másságot, nekem az érdekes. Ha jó, ő másképp csinálja, mint én, ez milyen jó pofa, és akkor azt mondjuk meghallgatom, vagy megnézem, vagy megkérdezem, hogy ezt miért úgy mondod, vagy kíváncsi vagyok, hogy hogy jutott el arra a pontra. Vagy akár inspiráció is lehet, nem? Hogyha igen. Valami másfajtát halasz. Igen. Mert mondjuk azt néztem, vagy hallgattam most úgy leltározgatva a múlt dalait, hogy van, hogy jazzhez nyúlsz, van, hogy funky felé inkább, igen. Vagy a rock, vagy most igen. Egy kis népzene mondjuk az Eurovízió igen, igen. Kapcsán. Tehát, hogy mikor mi hív, ez például mitől függ? Hát én egyre inkább úgy látom, hogy ezek ilyen nagyon emberi dolgok, tehát az emberi tényezőt nem lehet kivédeni. Tehát a koncepción szerűen jó dolgot csinálni nagyon-nagyon nehéz. Tehát hogyha azt mondják, hogy már pedig írja egy slágert, hát nem tudom, szóval vannak bizonyos fajta sémák, amiket lehet alkalmazni, de nem. Például szerintem az Eurovíziós dal, amit csináltunk a szalonnáikkal, az egyáltalán nem slágeres, legalábbis nekem, de mégis van benne valami könnyen jó hallgatható. Ilyen rétege, van egy ilyen könnyen jó hallgatható rétege, mert ilyen érdekes, hogy pop-rockkal van összekeverve, és hogy ez így nem szokott megszólalni. Úgyhogy igazából, ami éppen érdekel, azt csinálom. Szóval ilyen nagyon... Ez milyen mázli? Nagyon... mondjuk az órarend az egyetlen, ami azt gondolom beszabályoz. Azt nem is szeretem, igen. Az beszabályoz. Azt nem szeretem. De vissza egy picit az Eurovíziós Dalfesztiválhoz, mert akkor ugye eszembe jutott kicsit Huncutul, hogy az, aki a Megasztárban 2003-tól 2006-ig zsűrizik, tehát milyen furcsa szerepváltások vannak, meg ugye mestere a tanítványainak, igen. És akkor aztán elmegy egy versenyre, ahol végül is nem nyer. Tehát, uh-huh. Hogy ez az nem volt kudarc? Vagy az hova teszed? Nem, én ezt teljesen promóciós célra csináltam. Mit tudom én, ugye egy pár napon belül megnézték több ezeren azt a számot, és látták, hogy Péri Barna éppen csinál valamit. És egyébként meg lehet, hogy nem kattintanak rá a neten. Tehát ez teljesen egyszerű. És, tehát benned nem volt a görcs, hogy oda akarok jutni az Eurovíziós Dalfesztiválra? Hát igazából azt gondoltam, hogy ha úgy dönt a zsűri, vagy nem tudom, hogy úgy, akkor az nem egy rossz dolog.
de alapvetően sok mindenen nem változtat, én azt látom. Egy-két dolgon változtatna, de talán az én életemben annyi mindenen nem. Ugyanakkor persze, de azért csináltam, mindenki azért csinálja, hogy nyerjen, de nem görcsölök rá ezekre a dolgokra. Szóval volt már, hogy más versenyen sem nyertem. Tehát, hogy így ez annyira nem zavar. De volt, amikor megnyertem, a kifutót meg megnyertem, most meg sem akartam nyerni. Tehát, hogy igen, az már régen volt. Ezekhez 97-ben. Tényleg a kifutóhoz képest 97-ben azt megnyerted, ugye az Jamiroquai dallal volt, és akkor ehhez képest... Ott kimondottan rosszul éreztem magam, hogy megnyertem. Mert ugye én akkor már gyakorlatilag professzionális énekesnek tartottam magamat, mert másodikos jazztanszakos voltam az MVCT Egyetemen, és akkor még azt hittem, hogy bármi köze van annak, hogy az ember megnyeri, hogy tud énekelni, de van is, de nem mindig. Tehát, hogy nem csak azon múlik, hanem hogy éppen szimpatikus vagy a zsűrűnek, vagy éppen szimpatikus vagy, ha mondjuk a közönség szavaz, akkor sem biztos, hogy... Meg egy csomó mindenki ugyanolyan jól énekel, az egyik ezt énekli, a másik azt énekli, tehát most ezt most kideríteni, hogy most ki a jó énekes, hát komolyan mondom, az egy nagyon nehéz kérdés. Az, hogy szakmai, aki a legjobb, az egy más kérdés, viszont nem teljesen érzem azt, hogy ezek egy televíziós tehetségkutató az feltétlenül egy szakmai verseny. Tehát mondjuk... De ítészként ott te jól érezted magad, meg a sztárban? Én nagyon. Kaptál hideget, meleget, mert te azért ott igyekeztél szakmai. Az fura volt egyébként, azt nem szoktam meg, hogy hideget, meleget kapok ilyen mennyiségben, de ugye nem is voltam ennyire szem előtt. Talán csak a United-del ott meg vagy tetszik valakinek a zene, vagy nem. És akkor vagy hallgatja, vagy nem. De... Igen, mi nekünk tetszik, hogyha valakinek nem tetszik, akkor arra... Legyintünk? Igen, legyintünk, mondjuk így, igen. De igazából nem konfrontáltunk ezzel a dolgot. Akkor ott is edződtél valamelyest, mondhatjuk? Nagyon-nagyon, meg aztán ez egy nagyon nagy mérföldkő. Gyakorlatilag kommunikáció szempontjából. Tehát például előtte mondjuk teljesen másképp reagáltam interjúban is. Egy csomó dologra. Nem jutott eszembe bizonyos dolog, amit el kellett volna mondani, amit szerettem volna, csak később jöttem rá, hogy annyira szerettem volna arról beszélni, és akkor most meg már simán eszembe jut, mert tudom, hogy miről akarok beszélni, előre tudom. És utána vagy beleágyazom, mert úgy döntünk, hogy igen, tehát vagy sokkal tudatosabb vagyok. Tehát profibbá váltál a kommunikációban? Mondjuk, igen, hogy kiszóltabbá váltál, igen, a kommunikációban? Sokkal. Mondjuk, bocsánat, csak rohanok, mert annyi van nekem is a fejemben, és én is tudom, hogy mit szeretnék megtudni. Mert profi vagy. Úgy ülünk egymással szemben, hogy mindenki tudja, hogy mit akar én kérdezni, te meg lehet, hogy tudod, hogy mit akarsz elmondani. Tudod, és bármit kérdezel, azt fogom mondani, amit akarok. Tudod? Azt könyör, figyelésen leszek, és nem hagylak akkor sem, mert azért a Megasztár más tekintetben is mérföldkő volt, hiszen akkor találtad meg, és találtatok egymásra Dorinával, ugye 2003-ban. Abszolút. És akkor ott nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy ez meddig fog tartani, és gyakorlatilag 8 éve ez a kapcsolat. 8 és fél. Elén kérek elnézést. Tehát 8 és fél éve együtt vagytok, de abban is vannak szakaszok, nevezetesen, hogy volt az elején, amikor hát így kicsit ingattam a fejem, nem ítélkezően, csak csodálkozóan, hogy amikor így nagyon kifele éltetek. Igen. Valóságsó, megmutattuk magunkat, intim pillanatokat is kiraktatok, és én egy mondjuk úgy, hogy szemérmesebb fiúnak gondoltalak. Dorina a maga kis paradicsom madárságával mást képviselt, és aztán egyszer csak meg puty lezártatok. Kérdezem, miért volt az, és miért jött a puty? Több dolgot kérdeztél, úgyhogy először is nem vagyok szemérmes, de szemérmetlen se, szerintem. Jó, igen. Jó, igen. Az az igazság, hogy ez egy olyan időszak volt szerintem pont a médiában is, amikor még nem igazán lehetett érezni, hogy mire mit reagálnak. Tehát nem akarom elvenni a fényt másoktól, mert valahol a Győzéke Show és a Megasztár között indult ez az egész hajció a bulvárban. És én azt gondolom, hogy az első Megasztár körül, ugye amikor a Dorinával is megismerkedtünk, ott egy teljesen más irányt vett a bulvár, és más irányt vett ez a magazinozás, meg ez az egész bulváros sajtó. De te nem fogtad fel akkor egyébként, hogy mibe pörgetitek bele magatokat? Annyira nem, és a net sem volt még ennyire erős, és a közösségi oldalak sem voltak ennyire erősek, akkor indultak. Mi meg egyáltalán nem is használtuk őket. Tehát nekünk 2 éve van például ilyen közösségi szájtunk. Tehát általában az volt, hogy fölhívtak, hogy figyelj, nem tudom melyiken, te vagy az, Dorina. És 4 éve ott volt fel egy Dorina, és valaki az ő nevében írogatott. És akkor mondtam, hogy most már lassan érdemes lenne bejelentkezni ezekre az oldalakra szívem, mert mondom, hogy ne legyen írogatnak. És... Na de ott tartottunk, hogy akkor volt mondjuk így egy picit harsány időszak. Igen, volt egy harsány. Én nem tudom, jól éreztük akkor magunkat. És így igazából belefér? Nem foglalkoztunk mi ezzel.
Na de akkor egyszer csak mi volt az az érés, amikor azt mondtuk, hogy állj? Azért, talán azért volt, mert az a Dorinánál jött el, igazából én azt gondolom, hogy én bulvár szempontból annyira nem vagyok érdekes. Nem vagyok, érdekes személyiség vagyok, de nem annyira vagyok érdekes, mint a Dorina. Tehát a Dorina egy klasszikusan sztáralkatú ember. Tudok még felsorolni párat, de ő egy olyan típus, hogy csinál valamit, és valami miatt olyan jó pofa, valami érdekes, van ez az infantilis, de akkor meg nem, meg így jól néz ki, meg nem tudom, és akkor így valamikor meg ilyen olyat csinál, ami megint más miatt, szóval valami miatt, valamiért így izgatja az emberek, azt vettem észre, és a hosszú ideig például, én onnan gondolom, amikor például néztem a neten például a keresési találatokat, akkor Dorina az ilyen fél évekkel több volt, mint az enyém. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ő volt mindig is az érdekesebb. Nyilván amikor kinyírtuk a bulvárt, meg a sajtót, meg voltam benne olyan szerkesztőségben, amikor minden elme akartak írni valami butaságot, és akkor én mondtam, hogy kis előadást adottam a globalizáció negatív hatásaira, meg minden. És akkor jöttek ki, hogy Barnabás, mi a baj, mondom, semmi baj, csak írjátok alá, hogy ebben az újságban sőt, többé nem leszek, meg ilyesmi. Szóval csináltam én ilyeneket, és erre nagyon büszke vagyok egyébként. Volt ez a pont. Egyszerűen arról van szó, hogy egyszerűen bármilyen hihetetlen elkezdett kevesebb koncertünk lenni. A bulvár miatt. Ugyanis azok, akik a nagy része ugye a közönségnek, az buliból olvassa a bulvárt, nem pedig azért, mert információt akar felvenni. És igazából attól, hogy valaki benne van a bulvár sajtóban, és jelen esetben ez a művészekre, főleg a zenészekre szerintem igaz, hogyha irányítatlan információban van benne, vagy akár irányította, az a közönségének cikivé válhat. És nálunk pont ez történt. És nem igazán tudtunk közönséget építeni. Aha, tehát valami elfette, másfajta... elfette gyakorlat ezek a bulvár csillogás, azt, amint ti dolgoztatok, vagy ami nektek a fontos igen, volt igen, igazán. De van, akinek meg jól áll. Tehát az az érdekes, hogy ez olyan ember függő is, nekünk nem annyira. Ráadásul a Dorinát fölvették a Zeneművészeti Egyetemre, ugye jazzinek szakra, és hát ezt nem lehetett megengedni, hogy ez így menjen tovább, mert tehát ez így... Még azt jutott eszembe, hogy azért a 8 év vele pont odajött egy kis csajsza, és olyan picit, mintha melletted nőtt volna föl. Hát igen, gyakorlatilag. Tehát, hogy, vagy mintha fölnevelted volna, ami már egy picit másképp ragozok, de, és ti így összenőttetek, összecsiszolódtatok, hogy ez így maradni tudott? Hogy, mert nyilván az a bohókás varázs annó téged megütött, mint az áram, és ennek van egy sodrása. Hát, most is ilyen, szóval igen? Az nem változik meg, igen. Már a varázs vagy az ütés? Vagy a bizsergés? Vagy a varázsütés. A varázsütés, így a jó. Igen, szerintem az nem változik. De az érdekes, ezen én is gondolkodtam, hogy az ember tényleg összecsiszolódik a másik emberrel. Tehát az biztos, hogy én sokat hatottam rá. Tehát, hogy egy csomó olyan irány, lehet, hogy azért döntött úgy, mert éppen látta, hogy én mit csinálok, vagy... Lehet, hogy éppen én azért úgy döntöttem, mert hallottam, hogy a Dorina mit hallgat, vagy mit csinál, vagy miről, hogyan gondolkodik. Én általában őt szoktam megkérdezni dolgokról, hogy... Tehát akkor is, régen is, vagy felnőtt már ahhoz, hogy nem, kvázi társad le... Akkor is, igen. Igen. Tehát te bíztál akkor is az ízlésében, az antennáiban. De amikor azt észrevetted, hogy beütöd a neved, és a Dorinának több a klikje, akkor az... Szóval nincsen egy pici rivalizálás sem így? Az nincs. Furcsa mód, nekem ugye azért voltak előtte barátnőim, és voltak énekesnők, és ott mindig megjelent ez a dolog, halványan is, de megjelent. Mert ott is próbáltam mindig egy ilyen, nem azt mondom, hogy apáskodó szerepbe, de egy ilyen picit ilyen gyám szerepben így irányítani, finoman, óvatosan, de nem rossz irányban, mert mondom, én klasszikusan liberális vagyok. Tehát azt szeretem, hogyha a másik olyan, amilyen. Nyilván mondjuk egy ilyen 8-10 éves kapcsolatban már, tehát vagy az, hogy összeilletek, ez a nagyobb valószínűség, vagy hagyod, hogy azt csinálja, aztán így is szereted, tehát ez egy más dolog, de ott azért kijöttek ezek a dolgok. Ez az egyetlen dolog, amit nem lehet megváltoztatni, én azt vettem észre egy kapcsolatban. Tehát hogyha ez a rivalizás megvan, az szinte lehetetlen kinyírni, tehát azt nem lehet lenyomni. És az meg is mérgezi a kapcsolatot. Nálunk ilyen nincsen. Maximum annyi lehet, hogyha egy csomószor csinálunk együtt dolgokat. Például a Dorinának ugye van a Mrs. Calambo nevű zenekara,
És nyilván, ha már ott vagyok, akkor amiben tudok, segítek, ne kelljen milliókat kifizetni azért, amit én is meg tudok csinálni, munkát ingyen. Itt megkeverem a lemezt, meg segítek az éneklésnél, hogy én nyomogatom a szoftvert, meg szóval ilyesmi. És nyilván ezeket megcsinálom, és akkor, hogyha megígérem, akkor meg kell csinálni. Tehát itt mindig az ígéretem van a hangsúly, nem is feltétlenül azon, hogy most én nekem, tehát nem rivalizálunk, hanem ha megkérdezi, hogy ezt akarom csinálni, igen, akkor is megígértem, akkor meg kell csinálni, tehát hogy kb. Ennyi. Tehát nincsenek közöttünk ilyenek, hogy most te most oda mentél játszani, vagy nem tudom. Max azt szoktam mondani, hogyha, vagy fordítva is szokott lenni, hogyha valahol mondjuk játszik, azt mondja, hogy figyelj, nem tudnék én is ott játszani? Barnabás. De elmondom, majd akkor megkérdezem. És vagy fordítva is, hogy figyelj, nem kérdezed meg a menedzseret, hogy nem játszhatnánk ott. És akkor, tehát ez ilyen... abszolút segítitek egymást, hát igen, inkább hát az próbáljuk, a jellemző. Igen, próbáljuk. Felnőttetek már? Tehát a bohókás szerelemből ez most már egy ilyen, nem tudom, más mederben működött párkapcsolat, vagy megmaradta? Szerintem azért fel. Szóval azért 8,5 év, az 8,5 év. De egy csomó dolog, megmondom, nem változik. Tehát ilyen jó, ilyen impulzív maradt. Tehát, hogy így ugyanúgy örülök neki, mint 8 éve. Uh-huh. Tehát egy bizonyos dolgoknak. És egy csomó dolog, igazából sokkal jobb most. Mert hogy? Mert valahogy így, hát ugye felnőtt, mégiscsak 20 éves volt, tehát ugye onnan indult az egész, hogy mit csinál egy 20 éves lány, ugye ugrál az ágyon, meg nem tudom, ilyesmi. Mert úgy örül, és akkor közben zenét hallgat. És tehát nyilván most így most más, mert ugye most már ő is felnőtt. Tehát, hogy így... ma meg már főz neked, ami például mennyire... Ja, akkor is főzött. Igen? Tehát persze, akkor is főzött. Jó. De egyébként a főzős műsor az nagyon jó, mert például azt is együtt csináljuk, ott is segítik a hangba. De az egy ilyen teljesen családi vállalkozás, mert közben lett egy nagyon kedves pár, akik szintén a barátaink, ami nagyon-nagyon jó pofa, 2 éve. Ilyen még soha nem volt. Hogy olyan erős barátság fűz egy másik gyakorlatilag szerelmes párhoz minket, ami tehát így együtt vannak így a dolgok, így együtt eszünk, akkor megyünk, nyaralunk, akkor bulizunk, és ilyen nem volt még soha. Tulajdonképpen a Dorina kapcsán többször hangzott el az, hogy ilyen még nem volt még soha, tehát több olyan dolog történt veled, ami előtte nem volt még soha. Igen. Tehát most ez egy jól berendezett élet, mondhatjuk azt, amit igen. Béli Barna él? Nekem nagyon tetszik, igen. Én szeretem az életemet, igen. És gondolkozol a holnapon, hogy óvjad meg ezt, vagy hova építsd tovább? Tehát van ilyen stratégia, vagy... Nem nagyon lehet stratégiákat építeni, de nyilván emberileg is próbál az ember fejlődni, meghozni bizonyos döntéseket, és szakmailag is. És akkor ezek így egymás mellett így mennek, hogy éppen most mi éppen a fontosabb, vagy most éppen milyen pillanatban vagy abban az évben, abban a hónapban. Na 2012, mert még van belőle jó pár hónap, így végszónak mondjuk az miről szóljon? Mit kívánjak neked? Jó kérdés. Egyet lehet, vagy hármat, Nóra, mi? Hát igen, ez sok sikert, nem tudom. Tehát ilyen nagyon általános, nem tudom. Én azt gondolom, hogy azt kívánsz nekem, amit akarsz. Akkor mondjuk azt, hogy kívánhatom azt, hogy maradjon ugyanilyen inspiratív a zenei életed és a magánéleted is. Az nagyon jó. Ez igen. Így jó? Maradhatunk így jó. Ennyiben? Igen. A Dorina szereti a csokit? Abszolút szereti, bár ő mindig parázik ezen, hogy majd jó, most akkor meg fog ízni, és akkor... Na jó, akkor ez beosztással. De én nagyon szeretem a csokit. A Dorinának. Oké, akkor osztozkodás lesz, jó? Oké. Köszönöm, Barna, hogy itt voltál. Megosztozunk rajta. Úgy legyen, mint ahogy minden élményen osztozzatok. Addig lesz jó. Gondolkodjunk el együtt egy kávé mellett legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapesti sminkiskola.com.